Köszöntöm a kedves nézőket! A mai napi üzenet igéje Lukács Evangélium a 18. fejezet 9-től a 14. versig kivonatosan így hangzik. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt mondta Jézus. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus így imádkozott. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi, többi ember. Rabló, gonosz, parázna vagy, mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten. Tizedet adok mindenből. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Itt a farizeus a gőg jelképe. Bár amit imádságban elmond, az igaz. Komolyan veszi a vallásosságát szigorúan ragaszkodik Isten törvényéhez, bőtöl áldoz, gyomrát és pénzét aláveti Isten akaratának. És ez nagy dolog, mert sok hívőnek éppen itt szűnik meg a kereszténysége, a gyomránál és a pénztárcájánál. Tehát ez a farizeus egy nagy tekintélyű ember volt. A vámszedő a példázat pozitív szereplője pedig egy megvetett ember, akinek a lelkiismeretét sok hitványság terhelte. Hamisan szerzett pénzek súlya nyomta. Érthető, hogy még önmagát is utálta ez az ember. Jézus miért dicséri mégis ezt a vámszedőt a farizeussal szemben? Tulajdonképpen a farizeus hálát ad Istennek, hogy Isten megőrizte őt sok ocsmány bűntől csak Isten kegyelme, hogy nem vagyunk hamisak, paráznák és züllöttek. És ha valaki ezért hálát érez Isten iránt, az még nem dicsekvés. Ha pedig a vámszedő bűnvallását nézzük, a bűnvallásban sincs mindig alázat. Ha valaki csak a nyomorúságait emlegeti Isten előtt, mert úgy gondolja, hogy ez tetszik Istennek, valójában érdemnek tekinti a maga bűnbánatát. Hálát adok Istenem, hogy én nem vagyok olyan beképzelt, mint mások. Látod Istenem, én alázatos vagyok, én bűnös vagyok. Mások is azok, de én legalább tudatában vagyok ennek. És ezért kicsit fölöttük állok azoknak, akik még önmagukat sem ismerik. Na, ez az, ami nem tetszik Istennek. Az alázat kő gő, gőgje, a kérkedő alázat, a kirakat bűnbánat. De sokan fordultak el a kereszténységtől emiatt. Hol van akkor a különbség, a vámszedő is lehet gőgös, és a farizeus is alázatos? Mert nem ez a különbség, hogy az egyik gőgös, a másik alázatos. Mindkét ember imádkozik, mindkettő hálát ad. Ha valaki hálaadással lép Isten elé, akkor Isten mélységeit tapasztalja meg. Nagyon sok imádkozó a kérésig jut el főleg, ha baj van, ha megszűnik a baj, elmarad a hála is, a kérés is. Nem volt ez más, csak imapánik. Aki már hálát is tud adni nem csak segítségét kéri Istennek, annak már maga Isten a fontos, a kapcsolat vele békessége, dicsősége. A farizeusnál egyetlen baj van. Egy másik emberhez viszonyítva vizsgálja önmagát. De ez gőgössé tesz. Tudják, hol szembetűnő ez? A megszólásban. Csámcsokba tudunk beszélni mások hibáiról. Élvezettel boncolgatjuk bűneit, botrányát, titkos kalandját. Mert amikor megszólok valakit, én magam egy kicsit jobbnak érzem magam nála aki más gyengeségével méri önmagát, az mindig gőgösé válik. A vámszedő megterhelt lélekkel lép Isten elé, nem néz másra. Nem mondja, hogy ez a farizeus más, mint én, de bizonyára az ő füle mögött is van vaj. Nem. Az ő mértéke egyedül Isten. Felismeri, hogy milyen fájdalmasan távol van Istentől, és éppen ezért van Isten egészen közel hozzá. Ha valaki vétkezett, ne azt néze, hogy még van nála is bűnösebb, mert az nem segít, ha, hanem lássa meg, hogy kegyelmes az Isten, aki még őt sem utasítja el. Isten szentségéhez mérd magad. Minden embernek az Istenhez viszonyulása, külön titok, amit csak Isten tud. Még valami. Mit gondolnak, hogy jött ki a templomból ez a vámszedő? Na, ezt könnyen megúztam. Minden mehet tovább, Isten úgyis megbocsát, Isten kegyelmével nem lehet játszani. A bűnbánatnak változást kell eredményeznie. Egy év múlva újra eljön a templomba. Uram, amióta megbocsátottál nekem, nem csaptam be senkit. Mert Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.